itt az ideje a teregetésnek, ez egy jó alkalom arra, hogy te magad is kisimulj lelkileg, mint ahogy a száríton landuló ruhák. Rajtad áll, hogyan fogsz neki azoknak a dolgoknak, amiket újra és újra el kell végezned a mindennapokban. Ilyen a teregetés is. Választhatod most azt, hogy a ruhákkal együtt magadat is gyűrődésmentesíted. Nem kell százfelé szakadnod. Elengedheted a cikázó gondolatokat. A mosógép már úgyis elvégezte helyetted a nehezét. Vegyél néhány nagy levegőt lassan, és fújd ki mindet egy-egy nagy sóhajjal. Ha megvagy, akkor az előtted lévő tiszta ruhakupacból válasz ki egyet, és vedd a kezedbe. Érzed a finom mosószer vagy öblítő illatot? Érezd, ahogy a ruhákat megfogod. Vedd észre a kezeiden a hűvös érintést és a nedvességet is. Most figyeld meg azokat a mozdulatokat, ahogy a kezeiddel megérinted, megrázod és végig simítod a ruhákat. Lehet, hogy éppen a kedvenc ruhád van a kezedben. Felidézheted azt a kellemes érzést, amikor ezt a darabot viseled. Hallhatod a ruhák hangját is, amint megrázod őket teregetés előtt. Irányítsd a figyelmedet most magadra, és fedezd fel, milyen az arckifejezésed. Mintha egy szkenner végigpásztázná az arcodat fentről indulva. Milyen a homlokod? Milyen a szemeid körüli rész? És ahogy lejjebb haladsz a szád felé, vess egy pillantást a szárítóra. Látod, ahogy egymás után a helyükre kerülnek a ruhák? Ahogy egyiket a másik után teszed a szárítóra, úgy simul ki a homlokod, és az arcod is egyre derűsebbé válik. Kívül és belül is kisimulnak a gyűrődések. Idővel minden a helyére kerül, te pedig felfrissülsz.